kísérletezett, hogy kibékítse őket. Semmi eredményre nem jutott. Tehát ma, még egyszer, utoljára. A fél fáradta, levette őt az asztal mellett. Az válságba jutott a házasság. A háború alatt elidegenedtek egymástól. A feszültség robbanás ütötetett. Néhány nap is itt a karácsony. A szeretet ünnepen. Engedjék meg, hogy felolvassam néhány igét a szeretetről. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk meg által. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretünk Isten, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatunkat. Szeretteim, ha is szeretett minket, Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeretünk. Másodszor is csengettem. Az asszony feláll, kilépett az előszobába, és behúzta maga mögött az ajtót. Nagyot nézett, mikor megpillantotta a távirati előadót. Az asszony szótlanul vette át a távirati. Remegő ujjakkal bontotta fel. Éppen most jön a fogságból, a háborúból, amikor otthon találnál válik. Egyik összeomlásból a másikba. A férfiak némán várakoztak, míg az asszony végre belépett a szobába. Az ajtónál tétovázva megállt. Egyébként tekintett a férjére. Remegő ajakkal végre kimondta. Jön a fiam. A férfi ránézett, majd akadozva ismételt a szavakat. Az asszonyból ütött, és könnyen csillogtak az arcán. A férfi elfordult, hogy letörjön egy könycseppel, majd harozva feláll. Az asszonyra nézett, és lassú léptekkel megindult felé. Nem szóltak egy szót sem, de tekintetük mindent elárult. És végül megtörtént a csoda. A férj gyengéden megsimogatta a felesége karját. Teljesen megfeledkeztek róla, hogy egy harmadik is van a szobában. És a harmadik álmodva figyelt az eseményeket. Amit hónapokon át nem tudott elérni, azt egy mondat pillanatok alatt elvégezte. Jön a fény. A lelkész úgy érezte, hogy itt már nincs semmi dolga. Észrevétlenül elhagyta a szobát. A szürke decemberi ködben újonnan férfi ballagot hazafelé. Jön a fiú. Adventnek, karácsonynak is ez a fő üzenete. A fiú jön. Isten fia eljött, és újból eljön. Bárcsak elérhetné ez a különkér, még sokat nem jelent a fölött.